a húsvét napja, máson éjszakája, jó tudjátok, szépre álljon. Akinek első napján Jézus feltámadtára. A törökbálinti hagyományőrző tánccsoport több mint két évtizede ápolja a magyar hagyományokat. Húsvét hétfőn a Falu Múzeum előtt tartottak bemutatót a város polgárainak. Idén negyedik alkalommal elevenítik fel ezt a szokást. Annó, miért tartottátok fontosnak, hogy újraélesztétek a hagyományt, és a locsolkodás az úgy teljen, mint ahogy a korábban a nagyszüleinktől hallhattunk róla? Hát egyrészt azért, mert a törökbálinti hagyományőrző tánccsoport, mint hagyományőrző tánccsoport működik Törökbálinton, és szeretnénk minél több régi hagyományt feleleveníteni, azért az emberek megismerhessék, hogy régen ez hogyan zajlott. Azt gondolom, nagyon jó hangulatban, nagyon jó időtöltés ez mindenki számára, egy nagyon kedves gesztus. Számotokra, ablakon betartom, leállom, bocsájtom, minden áztom. Hogy emlékeznek vissza, milyen hagyományai voltak korábban a húsvéti locsolkodásnak, húsvét hétfőnek? Gyerekkoromra visszaemlékezve mindig is volt, és nagyon nagy lelkesedéssel jöttek a fiúk locsolni, úgy körülbelül, mint most ezek a fiatal emberek, akkor még a gyerekek jöttek locsolkodni. Nagyon régi hagyománya van különben, nagyon régi. A lányok kifejezetten várták azt, hogy meglocsolják őket? Akkor csak eljátszották azt, hogy sikoltoznak és félnek. Igen, részben eljátszották, de részben mindig féltek a hideg víztől. És ilyenkor napokkal korábban elkezdődött a hímes tojáskészítés, vagy itt hogy hozzá? A lányok már előre festették a tojásokat, és várták a locsolókat. Nagyon nagy hagyománya van például a barkának is, és a barkát díszítettük föl mindig tojásokkal, mint ahogy most is. Szabad locsolni! Csókolom, hogy emlékeznek vissza? Korábban milyen hagyományai voltak a húsvéti locsolkodásnak? Sikerült-e ezt most visszaidézni? Én úgy emlékszem, hogy itt is mindig volt, de én Erdélyből jöttem, és én akkor otthon meg vödrökkel kivittek a kúthoz, és akkor ránk öntötték a vizet a kútnál, és hát festettük a piros tojásokat, meg mindeneket, és... Látom, most is készült, már csak egy locsoló van hátra, aki megkap... Én szívesen odaadom még magának ezt az egyet is, de megvan. Ha már eltört, igen. Akkor illene jól, ami locsolóverset is mondani, nem? Zöld erdőben jártam, kék ibolya. Láttam, el akart hávadni, szabad elocsolni. Szabad. Köszönöm szépen. El van pattamba ez a tojás, de azért neked adom, jó? Akkor... Az mind csak a te műved? Igen. Na, hát mikor kezdted? Nem ma reggel, meg apukám is adok bele egy kicsit keveset, de... Na, hát akkor meg egész jól ment. Összeszámoltad, hanyadik locsolásra vagy túl? Nem. Nem? Hát ennyi után már nem is lehet. Jó, köszönjük szépen. Hát nem. Te se tartasz kevésnél. Hát igen, az igaz. Na és melyiket látod a legszebbnek azok közül, amit te összegyűjtöttél? Na és meséld el, kitől kaptad? Hát, azt már arra nem emlékszek. Nem emlékszel ilyesmire? Szegény lázó napok óta készítés díszíti neked a tojást, és nem emlékszel rá? Nem. De hát azért van különbség, nem? A csoki tojások és e között. Az... de. Mindegy, legközelebb jobban figyelsz. Thank you.
visszajelzések érkeztek azoktól, akik ide ellátogattak? Mindenki nagyon jól érezte magát, tetszett a produkciónk, ugye ilyenkor egy kicsit táncolunk is, tetszett a produkció, tetszett, hogy felkértük őket táncolni, jól érezték magukat, én azt gondolom. És idén sikerült felkelteni az országos média érdeklődését. Volt egy kis stressz, amikor élőbe kellett táncolni? Hát volt stressz, de azt mondhatom, hogy a táncsoport 23 év alatt azért kellő rutin szerzett ahhoz, hogy ez működhessen, és talán azt gondolom, hogy az ország lakói is látták, hogy ez talán működik. Este fölhívta a menyemet a kis unokám osztálytársának az anyukája, hogy hol lakunk. Azt mondja, hogy miért kérdezen. Hát azt mondja, a kis unokám az osztotta az iskolába a cédulákat, hogy hol lakik, hogy a fiúk jöjjenek hozzá locsolkodni, mert ő nagyon akarja és nagyon várja a húsvétot, locsolókat. Van arról hír, hogy jöttek? Jöttek a fiúk? Igen, jöttek. Hát reggel, mikor 9:30-kor eljöttem, már 6 osztálytársa volt, és az unokatestvére, úgyhogy nagyon boldog volt. Hát tegnap 15 tojást fújtam ki neki, hogy fesse. Ő festette saját kezűleg őket. A térségben ez volt a legnagyobb húsvéti buli. Milyen hasonló hagyományőrző rendezvényekre számíthatunk az idén tőletek? Hát rendszeresen részt veszünk a nyugdíjas klubbal együtt, a nyugdíjas klub rendszeresen meghív bennünket a születi bárra, ahol szoktunk szintén táncolni. Farsankor, ugye hát most ez már túl vagyunk, mohai tikverést, mint egy mohai hagyományt szoktunk ápolni, és azt próbáljuk meg előadni és megmutatni az embereknek. De és én úgy hallottam, hogy reggel 8 óta folyamatosan óránként legalább egyszer meglocsoltak titeket, az hogy lehet bírni? Hát elég nehezen, de igazából csak az időjárás miatt, amúgy minden nagyon jó. Akkor ma már nem kell többet zuhanyozni? Nem, természetesen nem.